Elsősorban engedjétek végbe mutassam itt az asztalnál helyet foglalókat, bár gyanítom, hogy mindenkit ismertek. Sokan kérdezték tőlünk, hogy ez a 100 millió forint, amit a kormány jóváhagyott és biztosított a Vasasportklub számára, ez mennyivel van összefüggésben azzal, hogy a Vasasportklub, ha átmenetileg is, de tulajdonosává vált a Vasas Futballklub Kft-nek, és ebből az összegből, ebből a forrásból fogja finanszírozni a felnőtt futballcsapatát. Szeretném nagyon egyértelművé tenni, hogy ez a kérelem, amit a miniszterelnök úrnak és a sportszakállamtitkárságnak megírtunk, ez tavalyra datálódik. Az elmúlt 8 év munkáját, teljesítményét foglaltam össze egy levélben. Kértük azt, hogy azt a munkát, azt az erőfeszítést, azt a teljesítményt, amit a Vasas Sportklub itt az elmúlt 8 évben letett az asztalra, és tényekkel tudjuk igazolni, hát csak körbe kell nézni, hogy itt Pasay héten mi valósult meg az elmúlt 6-8 évben, hogy ezt a munkát segítsék. A 100 millió forintot kizárólag a Vasas Sportklub által vagyonkezelt sportlétesítményekre fordíthatjuk. Ebben az évben a Fáy utcára esett a sportklub választása. A Fáy utca van a legnehezebb helyzetben, hiszen ott még nem találtunk egy olyan partnert, aki segítette volna a napi működésünket. Tehát 2011-ben a 100 millió forintot a Fáy utcai állami sportlétesítménynek a fenntartására fogjuk fordítani. Erről köttetik a szerződés a minisztériummal, és ezzel pedig az év végén természetesen számlákkal és minden szükséges dokumentummal el kell számolni. Gondolom, hogy kíváncsiak vagytok arra, hogy azok az adósságok, azok a tartozások, amikkel úgymond a Vasas Futballklub Kft. Rendelkezik, azok kiegyenlítésre kerültek. Azt tudom mondani, hogy igen. Tehát március 31-ig bezárólag a mai napon elutalásra került minden olyan kötelezettség, ami a munkaszerződésekből datálódik. Esetleg az is felmerülhet, hogy a Vasas Sportklub, hiszen én ezt lenyilatkoztam többször, hogy a társadalmi szervezetnek nincsen megfelelő anyagi háttere arra, hogy egy felnőtt labdarúgást finanszírozzon. Ez természetesen nem változott meg, és jelen pillanatban nem is a Vasas Sportklub forrásai azok, úgymond amelyet a vízilabdára, a fenntartásra, a többi szakosztályra fordítunk. Tehát nem onnan csoportosítunk át forrásokat, hanem egyrészt György Tamásnak köszönhetően tudjuk a jelenlegi finanszírozást biztosítani, másrészt pedig, amit tudtok, hogy egy korábbi játékos eladásból, tehát a Bogdán Ádám értékesítéséből befolyó források lehetnek a segítségünkre. Az első részlet azt Jámor urat illeti meg, de viszont már a második részlet, amire már csak két meccsre van szükség, hogy az Ádám szerepeljen a kezdő csapatban, a második részlet az már 100%-ban a Vasas Sportklubot illeti meg, tehát az egy olyan összeg, az egy 200 ezer font, az most közel 70 millió forint, ami nagyon nagy mértékben segítheti ezt a nehéz átmeneti időszakot. Szerintem az is gondolom érdekel mindenkit, hogy miért váltottunk a vezetőedző személyénél. Mi úgy gondoljuk, hogy a Vlákmesterben láttuk azt, hogy ő tudja azt a nyugodtságot hozni az öltözőbe, tehát ő tudja azt elérni, hogy mindenki félretegye úgymond a sérelmeit, és ezáltal mindenki alárendelje magát a legfontosabb célkitűzésnek, hogy az NB1-ben maradjunk. Semmi köze nincs a korábbi úgymond tartozáshoz. Tehát ez két külön ügy, korábbi tartozás az le lett rendezve, megfelelő módon, még a korábbi tulajdonossal karöltve, és van egy új szerződés, ami kizárólag erre a hét mérkőzésre szól. Tudjátok, a szlogán család az első, a délután folyamán 4 órakor labdarúgó legendák fognak az öltözőbe bemenni a játékosokhoz, többek között Mészői Kálmán, Radu Jóska, Puskás Lajos és Ihász Kálmán, hogy éreztessék a csapattal az, hogy igen, a Vasas család összefog, és mindannyiunk számára fontos az, hogy mindenki átérezze, hogy egy Vasasnak az első osztályban van a helye.